Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Der Wunderland-Kindergarten feierte sein 40-jähriges Bestehen. An der Feierlichkeit nahm auch Staatssekretär für Kirchen und Nationalitäten Miklós Soltész teil, der betonte, dass die Regierung in den letzten 10 Jahren für die Förderung der Nationalitätenbildungseinrichtungen um das 6-fache erhöhte und den Plänen nach wird sich diese Tendenz auch in Zukunft fortsetzen. Szekszárd kiemelkedő a német nemzetiségi közösségben. Az a kultúra és szorgalom, amit idehoztak az ősök, a mai napig meghatározó a térségben, mondta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, a Wunderland óvoda 40 éves jubileumi ünnepségének keretében elmondott köszöntő beszédében. Nem véletlen, hogy néhány évvel ezelőtt pont az itteni nemzetiségi színháznak a felújítása is megtörtént, sőt, nem csak a felújítása, hanem a német nemzetiségi önkormányzatnak a tulajdonadásával is azt szerettük volna jelezni, hogy nagyszerű munkát végeztek az elmúlt évtizedekben, és továbbra is számítunk rájuk. És ugyanez igaz az itteni óvodánál is, hiszen ugyan 4 évtizedes múltra emlékezik vissza ez az óvoda, de az utóbbi, hát most már több mint 2 évtizedben a német nemzetiség tartja fenn ezt az óvodát, és ez egy óriási nagy feladat és felelősség is. Ugyanis ezen keresztül üzenni tudtak, erőt tudtak adni más nemzetiségi óvodáknak is, legyen azok németek, legyen azok szerb, horvát, szlovák, vagy más nemzetiséghez tartozóak, hogy erre óriási nagy szükség van, és ebből óriási nagy lehetőség is fakad. Látszik a gyerekek szerepléséből, hogy megkapták őseiktől a hagyomány elemeit. Tovább tudják vinni a nyelvet, és őrzik azt, mondta Soltész Miklós. És ez erősíti tulajdonképpen az intézmény fenntartása azt, hogy akár óvodákban, akár iskolákban ezek a gyermekek német nyelvvel, kultúrával, nemzetiségi nyelvvel, nemzetiségi kultúrával megismerkednek, és utána meg is tudnak abban maradni. A kormányzat a jövőben is a feltételeket biztosítja ezeknek az intézményeknek a fejlődéséhez, a színvonal szinten tartásához vagy emeléséhez, jelentette ki Soltész Miklós. 2 évvel ezelőtt adtuk át az udvarnak a felújítását, tavaly a Covid-járvány miatt egy kisebb beruházás zajlott 15 millió forintért, azt is sikerült támogatni, idén a fűtéskorszerűsítés első üteme, ahogy most hallottam, 30 millió forintból valósult meg, és nyilván jövőre fogjuk segíteni a következő igényüket, hiszen ezek nem öncélúak, ezek azt szolgálják, hogy az itteni közösség is, hát persze az óvoda dolgozó is, gyerekeken együtt olyan körülmények között legyenek, ami mindenképp 21. századi. A kormánynak tényleg az elmúlt 10 évben eltökélt szándéka volt, hogy minden területen, legyen az a köznevelés területén, legyen az a kultúra, legyen a nemzetiségeket érintő egyházi területen, adott esetben közösségi programokon és civil szervezeteken keresztül minél több támogatást megadjunk. Ez a támogatás 10 év alatt több mint 6-szorosára növekedett, ez egy óriási nagy változás. Ennek köszönhető az, hogy intézményeink megújulnak, így most már sokat szorra tudunk sok-sok támogatást adni ide a szekszárdi óvodába is, a Wunderland óvodába is, de ezen keresztül tudunk olyan programokat, civil szervezeti programokat szervezni, amelynek eredményeképpen a közösség erősödik és megmarad. És ugyanezeken keresztül tudjuk megsegíteni azokat az iskolai programokat, amelyek akár a pedagógus képzésben, akár a határon túli kirándulásokban mind-mind megnyilvánul, és ez is a nyelv megőrzését, a kultúra megőrzését szolgálja. Azt érezni kell, hogy ez nem egy öncélú dolog, tette hozzá az államtitkár. Nekünk természetes, hogy együtt élünk a nemzetiségekkel, és kincsként tekintünk rájuk. Ha ezt ki tudjuk sugározni a határokon túlélő országokra is, akkor az ott élő magyaroknak élete is könnyebb lehetne. Viele Schüler standen schon auf der Bühne des 6. DBU. Schüler Schauspiel hat mehrere Vorteile. Es fördert die Kreativität und bietet eine andere Methode für den Spracherwerb.
Hier lernen die Kinder vor allem aus den Lebenssituationen, wie sie ihren vorhandenen Wortschatz anwenden sollen, wie sie in verschiedenen Situationen zurechtkommen können. Das alles hilft dabei, ihr Sprachpotenzial effektiver zu entfalten. Sehr gut, komm her. Ich bin ein Bankier. A Szekszárdi Német Színházban a Diákszínház játszó csoport próbál éppen. A gyerekek színházhoz szoktatása és a német nyelv ilyen módon történő tanítása évek óta része annak a küldetésnek, melyet a színház alapításával felvállalt. A folyamat Locz Katalin színigazgató érkezésével kapott nagyon hangsúlyt a teátrum életében. Több célunk is volt, tehát az egyik az, hogy a gyerekeket a színházhoz szoktassuk, de ez csak egy cél. A másik a kreativitás fejlesztés. A harmadik, talán még fontosabb cél, hogy a gátlásaikat a német nyelv használatával kapcsolatosan leépítsük. Akkor a negyedik cél az, hogy olyan nyelvezetet, olyan nyelvet tanuljanak, ami szituációkban tényleg élő német napi beszéd. Tehát ez a sok minden együtt. És hogy miért így, az azért is, mert én is például én a színész képzésemet, azt Münchenben végeztem, és én voltam akkor abban az osztályban az egyetlen külföldi. És én rengeteget tanultam, nem csak színészetből, hanem a nyelvből is. Azáltal, hogy játszottunk, és minden, amit tanultam, az rögtön testben volt. Rögtön szituációban, rögtön helyzetben. És hogyha az ember úgy tanul, hogy közben meg is éli, és mozog vele, és benne van a szituációban, az egy olyan tanulás, ami örökre megmarad. Általában, amikor valaki megnézi egy ilyen színjátszó csoportnak az évvégi darabját, akkor lehet, hogy azt veszi észre, hogy hú, ő még nem tud beszélni, hú, ott valami rossz kiejtéssel ment. De sosem látják azt, hogy mi honnan indultunk egy évbe, és hova jutottunk el, és mindig, minden egyes gyerek óriásit fejlődik évközben. És közben élvezik, mert sokat nevetünk, vicces dolgok ezek, nincs az a teljesítménykényszer, bármit lehet mondani, nem a nyelvtan van előtérben, hanem a kommunikáció, vagy a helyzetben a megszólalás, és a kreativitásuk is fejlődik, mert minden ötletüket komolyan vesszük. Mert itt megalán. Schwein. Az az egyik feladatunk, hogy tanítsuk, oktassuk a német nyelvet, és a színjátszás egy kicsit más metódusokat használ, hogy lehessen nyelvet tanulni. Mert nem egy halott nyelvet tanulok, nem kell könyvből valamit tanulni, nem kell a ragozást tanulnom, hanem az a lényeg, hogy egy szerepbe álljak, vagy egy szituációba álljak, improvizáljak, és az a kevés szó, amit tudok németül talán, azt is használjam és alkalmazzam rendszeresen. Szóval egészen másképp átmegy ugye a testbe és a gondolkodásba a német nyelv. Ez abszolút élménytanulás, és a diákok, akik egyszer színpadon álltak nálunk, egyrészt mindig visszatérnek, mind diákszínjátszósok, mind nézők, tovább viszik persze, hogy osztálytársaknak, barátoknak elmesélik, hogy ez milyen élmény volt, és akkor mint nézők megmaradnak nekünk, akkor is, hogyha már kinőtték a diákszínjátszót. A szakemberek azt mondják, egészen másképp ül a nézőtére valaki, aki ismeri, még ha kezdetleges formában is azt a világot, melyet a Rivalda jelent. Hiszen pontosan tudja, egy jelenet színrevitele mögött mennyi munka, mennyi kreatív energia van. Alapból ad egy egészen más magabiztosságot, hogyha egyszer a színpadon álltam, és voltak nézők, és láttak engem a színpadon, akkor sokkal, sokkal többre képes vagyok utána, mert tudom, hogy ott álltam egy ilyen helyzetben, ami nem természetes. Az nem természetes, hogy az ember a színpadra áll, és százan nézik. De hogyha egyszer azt meg tudtam csinálni, persze, hogy egészen más önbizalmat ad, az az egyik oldal, a másik meg az, hogyha azt is meg tudtam csinálni, hogy németül mondtam, és ha csak egy mondatot vagy két mondatot mondtam a színpadon, és mások hallották, értették, talán nevettek is a poénon, ami az én szövegemben volt, hát az mekkora ajándék annak a gyereknek, annak a diáknak. Das ist ein Stift. Ein was? Ein Stift. Én már évek óta színjátszózom, már egészen kisgyermekkorom óta általános suliban kezdtem. A gimnáziumban is tagja vagyok a diák színjátszónak, viszont mivel német nyelvet tanulok, ezért úgy gondoltam, hogy próbára teszem magam, és kibontakozom itt is. Már
tényleg általános suliskorom óta járok ide a színházba, szóval nagy fan vagyok, és a színészeket is remekül ismerem. Igazából a színjátszótól megkaptam azt, amit vártam, ugyanis a nyelvi készségem teljesen fejlődött, már bátrabban kommunikálok a német nyelven, valamint egy remek kis társaság alakult ki. Sajnos ebben az évben kevesebben vagyunk, de korábban rengeteg lány volt, és egy saját magunkról szóló darabot kezdtünk el összeállítani, amit sajnos nem tudtunk bemutatni, de mégis fantasztikus lett. Gondoljunk bele, hogy ma már mindenért fizetni kell, és itt a színészek, tehát a Rebi is, és korábban a Kata, aki csinálta, tehát ingyen a szabad idejüket arra fordítják, hogy megszeretessék velünk a színházat és a német nyelvet. Das ist ein Haus. Ein Haus? Ja, ein Haus. Haus. Das ist eine Hut. Mondtam, hogy én ezt akartam én is. Ein was? Ein Hut. Wie schön. In Bohl wurde die Programmreihe Ungarndeutscher Musiknachmittag von Volkstänzern, Bläsern, Akkordeonspielern und einem Chor eröffnet. Ziel der Initiative ist, dass sich die Musikgruppen, die die Branauer schwäbischen Traditionen pflegen, treffen und vorstellen können. Im Programm taten die Schnapskapelle, die Bohler Akkordeonkapelle, der Chor des Sozialen Zentrums, die Bläser der Bohler Kunstgrundschule, die Flötenkapelle der Bohler Musikschule und die ungarndeutsche Volkstanzgruppe aus Maruk auf. Die Bohler Deutsche Selbstverwaltung erwartete die Interessenten mit einer Schau von ungarndeutscher Volkstracht. Felnőtt és ifjúsági fúvószenekarok, énekkarok működése mindig is meghatározta Bohl zenei életét. Az alapfokú művészetoktatás 1995-ben indult Zeneiskola Bohl néven, ami a művészeti iskolák 2007-es minősítéséig működött. Az intézmény ekkor kapta az alapfokú művészetoktatási intézmény Bohl nevet, ami a 2005-2006-os tanévben képzőművészeti tagozattal bővült. A zeneiskola a zenekari tagokra, a környező nagyvárosok zeneiskoláiban tanuló fiatalokra és a különféle hangszereken magántanulmányokat folytató diákokra építette növendékbázisát. A Bohl ifjúsági fúvószenekar 1990-ben kezdte meg működését, és 1997 óta van Bohlban harmonika oktatás. A harmonika együttes 2000-ben alakult, melynek vezetője Ladóczky Aranka. A művészeti iskola színes műsorral készült a német nemzetiségi zenei délutánra. Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert a művészeti iskolánk ugye német önkormányzat és a magyar önkormányzat fenntartásában van, és elmondhatjuk, hogy nagyon jó fenntartóink vannak, mint szakmai, mint anyagi téren nagyon kedvező helyzetben van az iskolánk. Ugye hangszerparkunk és a szakemberi ellátottságunk is nagyon jónak mondható, és mind a klasszikus zenében, mint a népi vonalon igyekszünk helytállni, és hát így, ahogy a műsorban is voltunk, ugye fuvolásokkal is szerepeltünk, valamint a trombita tanszak is megmutatkozott, a klarinét tanszak is, igyekszünk a német fenntartó felé is az igényeknek eleget tenni, hogy a német nemzetiségi kultúrát ápoljuk, a zenei hagyományokat, és a településen, amilyen megmozdulások vannak és szervezések vannak, ott mi ott vagyunk a művészeti iskolával, és képviseljük a művészet zenei és képzőművészeti ágát is. Thank you.
A mai napra elsősorban német nemzetiségi zenével készültünk, ugye a Bolyi Harmonika Együttes többféle zenét is játszik, igyekszünk mindenféle stílust megmutatni, de ezen a rendezvényen többnyire német nemzetiségi zenét adunk elő. A német nemzetiségi zenei délután programjában a Schnapskapelle, a Bolyi Harmonika Együttes, a Szociális Központ Énekkara, a Bolyi Művészeti Iskola fúvósai, a Bolyi Zeneiskola fuvola együttese és a Mároki Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora szerepelt, de német népviseleti bemutatóval is várta az érdeklődőket a Bolyi Német Önkormányzat. Nagyon-nagyon sok kulturális programunk elmaradt az elmúlt két évben, elmaradtak a pünkösdök, elmaradtak az emaoszok, sok olyan dolog elmaradt, amit most szeretnénk bepótolni, és úgy gondoltuk, hogy az ősszel több ilyen rendezvényt szervezünk, az első ez a zenés délután, lesz még egy Stimmungsparade, egy német nemzetiségi összeállítás, Hanner Robert és csoportjai részvételével, és akkor lesz még novemberben a nemzetiségi énekkarunk 25 évet jubilál, és akkor is egy nagyszabású estet szeretnénk rendezni, és természetesen az adventi programjainkat is remélem meg tudjuk tartani, az óriás adventkoszorunkat a Batthyány téren és a Betlehemet a templom téren, és meg is tudjuk gyújtani minden advent vasárnap a gyertyákat az iskolás gyerekekkel. Der Wunsch nach Pflege der schwäbischen Tradition und die Liebe an Musik verbinden den Akkordeonspieler Tamás Kéméri und den Opernsänger István Horváth. Die Künstler, die aus Branauer schwäbischen Familien stammen, traten auch auf der Abschlussgala des 5. Fünfkirchner Akkordeonfestivals auf. Der Abend wurde von Tamás Kéméri unter anderem mit dem Ziel organisiert, dass das Publikum die Arbeit der im Komitat lernenden Akkordeonschüler und Lehrer kennenlernen kann. Kéméri Tamás Mohácson született, 8 évesen kezdett el zenét tanulni. A budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola harmonika szakán végzett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott 2013-ban. Egyetemi tanulmányai mellett jazz-zongora órákat is vett. Az évek során a komoly zene mellett számos zenei irányzatban kipróbálta magát. Sajátos zenei világát nagyban befolyásolja a német zenei kultúra. Az aktív zenélésen kívül a jövő harmonikásait is neveli. Az idei Pécsi Harmonika Fesztivál zárógála estjén a neves fellépők mellett növendékei is bemutatkoztak. Én apai ágról német sváb nemzetiségű vagyok, és hát bele nevelkedtem tulajdonképpen zeneileg mindenképpen, ha más szempontból talán nem is feltétlenül tartottuk ezeket a szokásokat, de zeneileg mindenképpen. Ugye így jött a harmonika is, mert nagyapám is és édesapám is harmonikázott, rám is rám akasztották 8 évesen, és azóta is rajta maradt a harmonika. A német zene ápolása és a német zenei kultúra ápolása nagyon fontos nekem tulajdonképpen, így a tanítás folyamán jött ez leginkább nekem, amikor is, hát ugye én azért sokat hallottam ott ezeket a népdalokat, dalokat, polkákat, keringőket, és hát így fülután megtanultam eljátszani, viszont nem volt kotta, és így ugye a növendékeimnek nem tudtam továbbadni, és akkor ez nagyon régóta fejembe forgott, hogy akkor ezt már kéne egy ilyen kiadást megcsinálni kotta füzet formájában, úgyhogy ez is létrejött. Tegnapi nap volt a kotta bemutató, harmonikára írt 50 népdal volt, és ebben az évben megtalált még egy ilyen projekt, amely egy színházi projekt volt, Ákli Krisztián személyében, ő volt a rendező, ő kért föl, hogy a Bundeltánc nevezetű színdarabnak legyek a zenei
hát nem, talán nem tudás, hogy igazgatója, de mivel ketten voltunk benne, ezért azt mondom, ez lehet mondani. Úgyhogy minden évben megtalál engem a német zene, vagy ha nem, akkor én találom meg őt. Horváth István a Magyar Állami Operaház magánénekese, az 1300 lelket számláló Baranya megyei Vémindről származik, és operaénekes feleségével, Krista Kingával és két gyermekükkel, Török Bálinton él. Már szülőfalujában megtanult több hangszeren játszani. Az ének és a zene egész életét meghatározza. Számos hazai és nemzetközi sikert tudhat magáénak, miközben végig hű maradt sváb gyökereihez. Én ugye ezen a zenén nőttem föl, tehát én a sváb zenén nőttem föl, úgyhogy nekem az az anyatej a zenében. Az egész kultúrám ebből nőtt is nekem, hogyha nem lennének ilyen erősek a kötődéseim a német kultúrához, akkor szerintem nem is jutottam volna odáig, ameddig eljutottam. Nekem nagyon sok barátom van, mivel gyerekkorunkban mi együtt játszottunk, tehát nem számítógépeztünk, hanem beszélgettünk, nagyon sokszor ott folytatjuk velük a beszélgetést, ahol abba hagytok, és ez nagyon jó. Mi abszolút vallásos család vagyunk, és minden héten járunk a templomba. A svábságnak ez egy nagyon fontos és nagyon összetartó ereje, ugyanúgy a vallás, mint a népzene. Kiricsi Martinnal legutóbb Romonyán találkoztunk, ahol az Urrik trióval lépett fel. A fiatal, tehetséges harmonikás Kéméndi Tamás növendéke. Igazából a nagypapám is harmonikázik, illetve eredetileg zongorázni akartam, de ugye mind a kettő billentyűs, úgyhogy így valahogy átterelődtem a harmonikára. Azért is azt szeretem legjobban a harmonikában, hogy nagyon sokféle zenét lehet vele játszani, nagyon különböző nemzetiségi zenét leginkább, de például a filmzenék, esetleg játékzenék is lehetségesek rajta. Nagyon fontosak, mivel anyai ágon sváb vagyok, és nagyon szeretem a német zenét játszani, a harmonikám és a sváb zenét is. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.